ebből megeszel egy pizzát, olyan, mintha megennél a simából egy negyed pizzát. Húha! Húha, kérem szépen! Sziasztok! Ma update pizzagolyóból fog keto pizzát csinálni. Olyan keto pizzát, amelyben 100 g van csak 10 g a szénhidrát, a sima pizzában 45 g van. Mi kell hozzá? Két update pizzagolyó, ez ki van engedve, ebben 22 g a szénhidrát, ez már eleve nagyon kevés, ez 65%-kal csökkentett szénhidrát tartom, ebből kettő pizzát lehet csinálni, de most egy nagy családi pizzát fog létrehozni. Azért kell benne az update boltba, mert így be tudjátok tartani a napi 120-160 g-os szénhidrát bevitelt, és így azért elég kevesen látnak engem gyúrni, mint most. Ráteszik a sütőpapírra, a sütőlapra. Meg kell kenni egy pici kis szalvasgomba olajjal. Ez egy szalvasgomba aromaolaj, nem drága. Ettől az ízhatás egy csodás dolog lesz, és nem fog a tészta megégni, kiszáradni. Teszünk rá egy gyönyörű szép kis paradicsomkrémet. Ez sima, cukormentes, olasz paradicsomkrém. Ebben a szénhidrát csak 6 g 100 g van. Ha ez megvan, akkor tovább csökkentjük a 100 g jutó szénhidrát tartalmat sonkával, amelynek 0 g a szénhidrát tartalma, 0,5 g a szénhidrát tartalma. Tehát ugyanis sonka kerül rá, mint a pizza tészta, akkor már 22 szénhidrát lecsökkent 11 g-ra. Ez a pizza már igencsak keto-friendly. Natur gomba, ebbe 3 g a szénhidrát, szóval ez is keto étel. Ráteszek egy kicsi bazsalikomot, és ráteszek egy pici szájtott oregánót. És megint adunk a ketónak, megszórjuk igazi olasz mozzarellával, amelynek a szénhidráttartalma 0,9. A hagyományos pizzához képest 75%-kal csökkentett szénhidrát, majd azt jelenti, hogy ha ebből megeszel egy pizzát, olyan, mintha megennél a simából egy negyed pizzát. Imádja az ember a sült sajtot, nem? A legcsodásabb dolog. Betesszük a 250 fokos maximális a felbikázott sütőbe. Nyomunk egy 5 perces tornát integető izom ellen. 2 kg súlyzó, vagy 2 literes üveg víz kell hozzá, megfogod egy kézbe, ide fölteszed a fülhöz, a biceps hozzáér, tehát nem jön el tőle, így hozzáér, és innen szépen húzod, csinálod, legalább 4x30-at csinálsz, addig kell nyomatni, amíg nem kezd égni. Amikor már kezd égni az izom, utána fogod, és 2 perc, ide kiteszed oldalra, megtámaszkodsz, és innen tolod, szúrsz fölfele, mintha egy kést fölfele szúrnál egy 2 perc, és nagyon tud fájni utána a triceps, és a másikkal is meg kell szépen csinálni, itt is szépen nyomod, kellemesen, és itt is megyek hátul ugyanezt. Tak, tak. Ha mégis van integető izom, akkor a plasztikai sebészhez kell fordulni, de az jó hír, mert akkor már lefogytál. Eltelt a szükséges 7-8 perc, és a pizza gyönyörű lett, úgyhogy kiveszem, és egy picit hűlni kell hagyni, lehessen szeletelni, és lehessen tálalni. Egy felnőtt adag, egy ilyen negyed pizza lesz. Húha, 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 kérem szépen, így néz ki. Húha. Szoktunk ilyet vacsorázni minden héten egyszer, ettől gyönyörűen szépen tudunk fogyni, nem a pizzától fogyunk, az alacsony szénhidrát tartalomtól. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek hozzá!